Sziasztok, ha itt vagytok! Ez még mindig egy hajápolós videó, arról szól, hogyha töredezett a hajad, vagy mondjuk növeszteni akarod, akkor mit tudsz használni, mi az, ami jó neked, vagy mivel tudod hát megakadályozni mondjuk, hogy ne törjön tovább. Ugye elsősorban tudni kéne, hogy miért törik a haj, mert hogyha egy vegyi kezelés miatt, ami túlzásba lett vívve, ha ezt mondjuk így magyarul, vagy hogyha helytelenül lett alkalmazva, és azért törik a hajad, akkor azt nem kell tovább csinálni. Ha képes vagy megválni attól a hajhoztól, a hajvégtől, ami tönkrement, akkor ez lenne a legjobb és legegyszerűbb megoldás, de hogyha a hajápoló kezelésekbe akarod belevetni magadat, akkor azt is lehet, vannak nagyon jó hajápoló kezelések, amik még nagyon sokat tudnak segíteni az egyébként ilyen szinte reménytelen hajakon is. De ez mindig egyéni, meg egyedi, ezt a fodrászt kell megkérdezni, aki ért hozzá, hogy melyik kezelés lesz jó a te hajadnak, tehát hogy igazából a te hajad az keratin hiányos-e inkább, vagy protein hiányos, vagy vízhiányos, mert olyan kezelést fog alkalmazni, ami ezt fogja neked pótolni. Sajnos nem az a megoldás, hogy veszel egy Olaplexet, és akkor az mindenre jó. Mert tudom, hogy ez most nagyon menő, meg minden ilyen Facebook csoportban mindenki Olaplexet vásárol, meg rizsvizet, meg rozmarink főzetet, de ez nem egészen így történik helyesen. Na szóval, van most, és egyik videóm se szponzorált, tehát én nem azért ajánlok főképpen Matrixos termékeket, mert valaki erre engem megkért, vagy valami hasznom származik ebből, mert nem származik, hanem azért, mert ezeket használom nap mint nap, ezekkel van tapasztalatom, ezekről tudok mesélni, és egyébként ezekkel vagyok megelégedve. És hogyha egy más cég termékeivel dolgoznék, mondjuk régebben dolgoztam ugye Bellával, vagy L'Oréal-lal, akkor én azokkal is meg voltam elégedve, és hogyha akkor forgatnám ezt a videót, akkor azokat ajánlanám. Ugyanúgy érvényes az, hogy más cégeknek is ugyanilyen jó termékeik vannak, csak azokat nem ismerem, legalábbis ennyire behatóan nem. Úgyhogy ezért azokról nem tudok beszélni. Viszont, hogyha van valami jó tapasztalatod, akármelyik cégnek a bármilyen termékével, akár még drogériással is, bár azokban nem nagyon hiszek, de légy szíves akkor kommenteld alá, mert engem is, és biztos, hogy másokat is érdekel, hogy milyen jó termékek vannak azon kívül még, amiket itt majd az infoboxban, a videó alatti leírásban megtalálsz, amiket én ajánlok, és akkor meg amiket esetleg itt videóban meg tudok mutatni. Szóval, hogyha töredezik a hajat, fénytelen, növeszteni akarod, és elkezdesz mondjuk hajápoló kezeléseket alkalmazni, akkor mellé a Matrixnak, és ez most egy újdonság, ez az InstaCure termékcsalád, és pont itt van a nem a szalon kiszerelés, mert az lusta lennék elmenni érte addig a három lépéssel arrébb lévő hajmosóig, mert az ott van, de az InstaCure-ból ez a sampon és ez a balzsam. Ezek tök jók, és van hozzá egy spré, proteintartalmú mindegyik, úgyhogy ezek proteinhiányos hajakra nagyon-nagyon jók. Mikor proteinhiányos a haj? Az a proteinhiányos haj, amelyik szanaszét lett szőkítve, nyúlik, szakad, és tipikusan ezek a plex kezelések kellenek rá egyébként, és azokat ki tudod egészíteni ezekkel, hogyha otthon ilyeneket használsz rá, meg hogyha a fodrász is ilyennel mossa. És még hogyha a sprével is befújod, akkor ugye két hajmosás között is tudod ápolni. Úgyhogy hosszú távú eredményt kellett tőle elvárni, tehát nem attól, hogy kétszer befújod, aztán csoda történt. Folyamatosan ezt szépen használod, és közben mondjuk a fodrász is olyan kezelést csinál rá, ami szintén protein tartalmú, akkor amennyit a hajba vissza lehet tolni proteint, és meg fogja kapni, tök jó lesz utána a hajad. De mondom, ez nem két kezelés, mert nem két hét, meg nem, tehát kitartóan csinálni kell, és nagyon fontos, hogy otthon mit csinálsz vele, mert a fodrász megtesz mindent, amit tud, de otthon nem tudja a hajadat fésülgetni, meg kenegetni, azt neked kell, és neked minden nap ott van a hajad, úgyhogy te férsz hozzá minden nap, ezért mindig, ha valakinek ilyen tönkrement a haja, akkor vegyétek figyelembe, hogy szerintem sokkal fontosabb, hogy otthon mit csinálsz vele, mint hogy a fodrász mit csinál vele.
Na, és hajvégápoló, az mindig kell, nyáron UV-szűrős spray is, és az UV-szűrős spray, most ebben ugye mindig azt szoktam mondani, vagy ha megnézted az ezelőtti videóimat, akkor egy párszor már elmondtam, hogy a hajban maradó ápolókat ki lehet váltani, vagy ugye egy hajban maradó ápolót használsz, csak többet is mutattam, hogy valamelyiket. Nyáron nem azt használod, nem azt fújod rá, hanem egy UV-szűrős sprayt. De most abban az esetben, hogyha neked így nagyon tönkre van menve a hajad, tehát mondom, jellemzően ez ilyen túlszökítés vagy túlfestés után történik, hogy ilyen kis szar lesz, akkor befújod ezzel az InstaCure sprayvel, de utána fújjál rá UV-szűrőset is. Tehát ebben az esetben ne váltsad ki az UV-szűrőset ezzel, hanem neked meg kell venni akkor mind a kettőt. Vagy az UV-szűrős helyett használj kalapot. Az is egyébként egy tök jó megoldás, hogyha neked az belefér, mondjuk én nem járnék kalapba a városba, de amúgy szoktam látni egy-két embert, és nekik így tök jó. És tényleg az a legjobb megoldás amúgy. Na. Hajban maradó ápoló mondtam, hajvégápoló mondtam. Van még ilyen tönkrement hajas videóm. Nézd meg azt is, hát ha abban is vannak még plusz információk neked. Köszi, hogy itt voltál, legyetek itt máskor is. Sziasztok!